Vádat emeltek az elmúlt évek legrejtélyesebb gyilkossági ügyébe. Egy győri vállalkozót azzal vádolnak, hogy megölte és nyom nélkül eltüntette két villanyszerelőjét. A férfi mindent tagad, a három évig tartó nyomozás pedig számtalan megválaszolatlan kérdést hagyott. Az ügyészek szerint azonban összeáll a kép. A vádlottnak volt indítéka, megbukott a hazugságvizsgálaton, vérnyom volt a kocsijában, és a környezetében találták meg az áldozatok autóit. Továbbra is gyötörnek ezek a gondolatok, hogy vajon szenvedette a férje. És csak azt tudom remélni, hogy nem. Mácsik Zoltánét három éve fogva tartja a bizonytalanság. Napról napra, óráról órára felemészti a folyamatos őrlődés. Csak találgatni tudja, hogy mi történt a férjével. Ő volt a támaszom, ő volt a biztonságom, ő volt a mindenem, ő volt az életem. Van egy ember, aki eldöntötte, hogy mikor lesz az én férjem halálának a napja. Az ügyészség szerint ez az ember Éles Imre. A szobafestő, építési vállalkozó a friss vádirat szerint kétszeres gyilkos. Ő ült le korábban a kékfény kamerája elé, akkor, amikor előzetesből házi őrizetbe került. Azért szeretnék beszélni, hogy bebizonyítsam, hogy én nem öltem, én nem követtem el bűncselekményt, és nem vagyok bűnös. Éles Imre azt állította, soha senkit nem bántott. Az ügyészség szerint viszont hidegvérrel kivégzett két villanyszerelőt. A holttestek azóta sem kerültek elő. Én bízom benne, hogy élnek és virulnak, és jól érzik magukat, és valamikor fognak jelentkezni. Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos is Éles Imrének dolgozott alvállalkozóként. Mácsik Zoltánnak 2018. március 31-én húsvét előtti szombaton veszett nyoma. A feleség azt meséli, pár hónappal előtte hívta Éles Imre Salzburgba dolgozni a férjét, egy osztrák milliómos nemesi kastélyát újították fel. Csak hogy a fővállalkozó nem fizetett rendesen, folyton elmaradt a villanyszerelő bérével, ezért Mácsik Zoltán legalább háromszor hagyta ott a melót, ám a főnök különböző ígéretekkel valahogy mindig vissza tudta őt csalni. Végül húsvét előtt Éles Imre durvá 3 millió forintnyi euróval tartozott a mosonmagyaróvári szakembernek. Az asszony úgy emlékszik, napokig hitegette párját az adós, plusz segítséget kért tőle. A vádirat szerint a tettes törbe csalta az áldozatot. Aznap reggel 6 óra körül ennél a benzinkútnál látták az áldozatot élve utoljára. A biztonsági kamera is felvette, hogy a két férfi megérkezik a saját kocsijával. Aztán elindulnak egymás után. Mácsik Zoltán azóta eltűnt. Az ügyészségi szóvivő azt mondja, pontosan igazolható, hogy mi történt a gyilkosság előtt és azután. Rögzítésre kerültek olyan nyomok az elkövető autóján, az elkövető testén, illetőleg az ingatlanban, amelyből mi arra a következtetésre jutunk, és azt állítjuk, hogy meghalt a sértett, az utóbb megölt sértett vonatkozásában vannak ezek a bizonyítékok. Ebből az ügyészség arra a következtetésre jut, és zárt láncolatnak tartja ezt, hogy ez csak így történhetett meg. Az ikrényi horrortanya. A környékben csak így hívják a sejtelmes birtokot. A 3 méteres léckerítés mindent takar, ahogy a mesterséges dombtól sem látni be. Mácsik Zoltán családja biztos abban, hogy Éles Imre ide csalta a villanyszerelőt, és orvul végzett vele. A vádirat nem írja le pontosan, hogy történt a megölés. Az elkövető autóján több helyen lumineszkálás volt tapasztalható, amely utal arra, hogy vér kerülhetett azokra a helyekre. A feleség korábban azt mesélte, aznap ők orvoshoz vitték műtétre a kutyát Bécsbe. A nőnek ekkor még fogalma sem volt arról, hogy nem a férje az egyetlen eltűnt villanyszerelő Éles Imre körül. Orlik Vilmos szintén neki dolgozott. Évtizedek óta ismerték egymást. Elszámolási vitájuk támadt.
Aztán 2015 nyarán egyik napról a másikra szintén nyoma veszett. Fia arról beszélt korábban, hogy két nappal később saját szemével látott még pislákoló tüzet az ikrényi tanyán. És azt mondták neki a helyiek, azt apja eltűnése napján gyújtotta Éles Imre. Aztán fertelmes dögszagot éreztek a környéken. A rendőrség csak tanúként hallgatta ki. Most ugyanabban az ügyben gyilkossággal vádolják a fővállalkozót. Az ügyészség szerint egy markológép az indíték. Éles Imre az áldozat nevére bérelt ki egy nagyértékű munkagépet. Az elkövető azonban azért, hogy ezt a kotrógépet végleg megszerezze, 2015. június 3. napján, tehát másnap megölte a sértettet és elrejtette a holttestét. A sértett járművét még aznap is és másnap is használta, közlekedett vele figyelemelterelés céljából. Aztán 3 évig Éles Imre úgy élt, mintha mi sem történt volna. Csak a második áldozat miatt indult nyomozás után hónapokkal gyanúsították meg Orlik István megölésével is. Én vagyok az áldozat, mert engem becsaptak, engem megvezettek, és 16 hónapot voltam ártatlanul börtönben. Ön körül így tűnnek el az emberek sorban? Hát szerintem az országban nagyon sok ember eltűnik, javarészt önszántából. Matematikailag sok esély nincs arra egyébként, hogy mondjuk önnek két ilyen kollégája, ismerőse is így tűnjön el, hogy önnél találják meg az autót végül. Hát ugyanannyi, mint lotón is lehet kétszer egymás után nyerni. A rendőrség feltúrta Éles Imre tanyáját. Annak a környékén is keresték a holttesteket. Tavakat, kutakat, folyókat vizsgáltak át búvárok. Még sárkányrepülős is segített nekik légi felvételekkel. De hiába, sehol sem találják a két eltűnt villanyszerelőt, vagy a maradványaikat. Holttest nélkül nincs gyilkosság, így szól a kriminológiai közhely. Miért is olyan nagy gond, ha nincs meg a tetem? Az bizonyítja ugyanis, hogy az áldozat egyáltalán meghalt. Ráadásul a halál okát is egészen pontosan tisztázni kell. Természetes úton vagy erőszakkal végeztek vele. Egy tárgyaláson ez is megkerülhetetlen kérdés, és erre is nehéz holttest nélkül választ kapni. Az ügyészség nem állítja sem a hogyant, sem a mikor, tehát percre pontosan a BTK az emberölés büntettének megállapításához nem is követeli meg az elkövetési mód meghatározását, illetve hát nem határoz meg elkövetési módokat az emberölés büntettének elkövetési magatartása a törvény szerint, aki mást megöl. Az ügyészség ezt állítja, hogy megölte a sértetteket. Ismert bizonyíték Éles Imre ellen, hogy mindkét áldozat autóját az ő ismerősénél találták meg. Megbukott a hazugság vizsgálaton. A második áldozatot vele látták utoljára élve. Volt indíték a mindkét gyilkosságra. Mácsik Zoltán eltűnése után lőporra utaló nyomokat találtak a kezén. Az Éles tanyán pedig egy árokban szövet szálakat a második áldozatéval egyező munkaruhából. A vádlott autójában pedig vegyszerrel kezelt vértörleteket rögzítettek. A vádirat égetési esemény tartalmaz. Holttest égetését akkor? Égetési esemény tartalmaz a vádirat. Hát mi mást? Közvetlenül az elkövetést követően, a második elkövetést követően. A védő szerint viszont semmilyen kézzelfogható bizonyíték nincs az ügyfele ellen, így pedig senkit sem lehet elítélni. Nincsenek holttestek, sem egy, sem kettő. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik pedig olyan kétséget kizáró bizonyíték, vagy bizonyítékok, amelyek, a kétséget kizárósága az nagyon fontos dolog. Azt bizonyítanák, hogy ezt a bűncselekményt, ezeket a bűncselekményeket a védencem elkövetett, ilyenek nincsenek. Most az, hogy engem látnak valahol valakivel vitatkozni, vagy nem is vitatkozni, hanem beszélgetni, attól miért logikus az, hogy már bocsánat, attól, hogy elválnak, hogy utána akkor az én védencem már bocsánat, megölte őket. Az özvegy teljesen biztos benne, hogy Éles Imre bűnös, és ezt a bíróság is kimondja majd. El sem tud képzelni felmentést. Nem lehet azt sugallni, hogy ha valaki különös kegyetlenséggel megöl valakit, és a holttestet azért gyalázza meg, tünteti el, hogy ne legyen közvetlen bizonyíték, ha jogi oldaláról nézzük, hogy ne legyen közvetlen bizonyíték, és ezzel megúszza
Az ügyészség előre kitervelten, több emberen nyereségvágyból elkövetett emberöléssel vádolta meg Éles Imrét. Életfogytiglani fegyházbüntetést kérnek rá. Ez, ha nem is igaz, de némi elégtételt jelentene Mácsik Zoltánnénak. A nő azt mondja, minden egyes tárgyaláson ott lesz majd, a vádlott szemébe akar nézni, és szembesíteni akarja őt azzal, hogy két embert megölt, de sokkal több életet tett tönkre.